Bár a masszírozás nem tartozik az alaptananyaghoz, a Szexádi Szakképzési Centrum Adi Szakképzőiskolájának tanulói olyan versenyre készülnek, ahol ez is feladat lehet. Pálinkás Nészalai Andrea tanítványai már többször sikerrel szerepeltek a szakma kiváló tanulója versenyen, ahonnan döntős és középdöntős helyeket is hoztak el. A mostani azonban ennél nagyobb falat, és várhatóan a sikert elérő tanulók számára nem csak a győzelem öröme jut osztályrészül, hanem jelentős előnnyel indulhatnak például a munkaerőpiacon is. Most egy kicsit a lányok csak ezzel foglalkoznak, úgyhogy 2-3 hete most már a verseny előtt nagyon sok gyakorlati lehetőségünk van, de azt gondolom, hogy hosszú távon jóval előrébb vannak a tanulmányaikban ezáltal gyakorlatból, mint azok, akik nem vesznek részt ezen a versenyen nyilván. A versenynek a célja, hogy ifjú szakemberek, ifjú tehetséges szakembereket versenyeztessenek, annak érdekében, hogy mindenki a saját országát képviselje a nemzetközi döntőben. Természetesen mi most a magyarországi válogatóversenyre készülünk meg csak, és ezen 10-14-16 versenyző méretteti meg magát különböző gyakorlati feladatokkal. A lányok olyan tudásra, tapasztalatra, rutinra tesznek szert, amit azért első éves tanulóktól nagyon-nagyon ritkán láthatunk. És minden szakmában a legjobbak maradnak a piacon, és a mindennapokban is csak a legjobbak tudnak érvényesülni és megélni bármelyik szakmából ebből is. Akár az SKTV, ugye a szakma kiváló tanulója verseny, akár a WorldSkills vagy a EuroSkills, ezek olyan rangos szakmai versenyek, amin azért nem minden tanuló indulhat, tehát ehhez mindenképpen kimagasló teljesítményt kell produkálni. Pilisi Réka és Kostyán Kinga teljes odaadással készülnek a megmérettetésre. Úgy vélik, olyan plusz tudást kaptak ebben a néhány hétben, mely még akkor is előnyükre válik, ha nem sikerül különösebb sikert elérni a viadalon. Számomra megtiszteltetés, hogy ezen a versenyen részt vehetek, és nagyon sok új dolgot tanultam a felkészülési idő alatt. Igazából már most úgy érzem, hogy ezzel nyertem, pedig még a versenyen részt se vettünk, még egy hét vissza van. Felkészülési idő igazából egy élményként éltem meg, nagyon jó volt a hangulat, nagyon sok új dolgot tanultam, és már most úgy érzem, hogy ezáltal több lettem. Azért lesz nagy szerepe, hogyha tovább végzünk, mert nagyon sok tapasztalatot szereztünk ezáltal, meg olyan dolgokat tanulunk, amit nem tanultak mások. Tanulunk például testmasszást, és ez nem lenne tananyag. Sok olyan dolgot tanulunk még mellette, ami nagyon fontos és jó dolog. A verseny szerintem egy jó lehetőség arra, hogy megpróbáltassuk magunkat, mert ezek mindig egy ilyen kis gyakorlati tapasztalatot adnak számunkra, bár ez egy igen neves és nagy verseny. Hát egy kis izgulás van bennem, de már nagyon várom. Várhatóan a szakmában jó nevet és rangot elért cégek árgus szemmel nyomon követik azokat, akikkel később akár munkavállalóként is számíthatnak. A versenyzés egyfajta tehetséggondozás, mondja Pálinkásné Szalai Andrea. Azt gondolom, hogy ez a centrumiskoláinak egy kihívás mindenféleképpen bármelyik szakmát tekintjük, mert azt is elmondhatjuk, hogy mindig vannak rendkívül tehetséges gyermekeink, szinte minden szakmában. Ezt igazolja az, hogy akár asztalos, vagy fodrász, vagy bármelyik kategóriában SKTV döntőben tudunk lenni. Azt gondolom, hogy ez bármelyik iskolára igaz a centrumon belül. És azt is gondolom, hogy tulajdonképpen ez a pedagógus pályának a legszebb oldala, hogyha olyan gyerekeket találunk, olyan diákokat, akik alkalmasak arra, hogy
ezen a magas szinten tudjanak teljesíteni. Ez irányban nekem különösen jó dolgom van, hiszen évek óta vannak olyan diákok az osztályomban, akikkel nagyon sok magas szintű versenyen tudunk megfelelni, nagyon jó eredménnyel.